Cheers! Amint látjátok, történt fejlődés az utóbbi időben, és páros energiaitalról átálltam a Tesco-sra. Na. Ez itt nem a reklám helye, csak úgy mondom, megemlítem. Na. Mivel hogy a címből kiderült, hogy ez egy unboxing, nem tudom, hogy mi lesz még a címe, de majd valamit kitalálok utólag. Kettő darab csomagom is jött egy nap, és mivel tesóméknek kézbesítem, mert nem vagyok itthon, hanem harasztén. A kettő összefüggésben van egymással, bár nem szándékoztam dupla unboxingot csinálni, ezúttal mégis kivételt teszek, csak hogy megmutassam. Az egyik egy új húrkészlet a basszusgitára, ennek már nagyon ideje volt, mert az utóbbi időben hallgattam vissza azokat a videókat, amit fél éve csináltam, és ott még szépen szólt, de most már nagyon ledöglött, úgyhogy már az utóbbi videónak már hangja nem is tetszett igazán. Elöregedett, egyszer az elixír is véget ér. Szóval a másik pedig egy aprócska monitorocska, amit úgy is nevezhetnénk, hogy hangfal, de ugye nem hangfal, hanem csak egy ilyen kis csicsergő monitor. Nekem arra a célra kell, ugye, hogy amikor ilyen basszus cover csinálok, ne kelljen fejhallgatót viselni a videóba. Ugyanis most már mint egy ideje láthatjátok a telefonnal videózok, nem a GoPro-val, mert GoPro azt feldobta a talpát, és ezért aztán telefonnal kéne csinálni mindent, tehát felvenni a videót, meg lejátszani a zenét, és volt régen egy bluetoothos hangszórom, azt most hajtottam ki a kukába, az a narancsárga, emlékeztek, az a Blaupunkt, semmi baja nem volt az érintkezőjén kívül, tehát nem lehetett már feltölteni, de az se lehet, hogy egyszerre bluetoothon játszik le zenét, és akkor egyidejűleg meg videón veszi fel a hangot, mert egyik a másikat letiltja. Én meg már nem akartam ebbe a fülhallgatóba idétlenkedni, de nincs hangeszközöm, tehát hangkártya van, hangeszköz nincs. Úgyhogy mondtam, nekem mindegy, valami kis csipogó vagy akármi, hogy ne kelljen minden szaré feltenni a fejhallgatót, az úgy szól, ahogy szól, tök mindegy, csak rá tudjak játszani. Úgyhogy ez itt a fő attrakció. A másik dolog, amiért majd fel kell hívnom a valamelyik hangszerboltot, szerintem az Eldorádót fogom felhívni, mert azt tudom, hogy hol van. Ezt a nyugatinál. Most már tudom, hol van, mert nagyon el volt dugva. És hogy hát nagyobb húrkészletre váltottam. De. Ki van ez is ficeredve. Ezt már azért örömmel vettem, hogy most már úgy árulják az elixírt, hogy végre nem külön kell megvenni az ötödik basszushúrt, hanem van öt húros készlet is. Igaz, az ára egy cseppet emelkedett az utóbbi időben, tehát most már szállítási költséggel együtt húrkészlethoz 21 ezer forint volt. Ja, és annyi változás történt, hogy eddig az elixírbe nikkelt használtam. Nikkelt, mert annak nem annyira fényes, a hangja egy kicsit olyan meleg, melegebb tónus. Ez úgy gondoltam, hogy mi lenne, ha kipróbálnám a rozsdamentes acélt, az egy kicsit agresszívebb hangot ad, majd lehet, hogyha nagyon agresszív lesz, akkor majd nem fogom annyira torzítani, meg szűrőzni, meg akármi. Plusz a méretében is történt változás. Nagyon sokáig a legvékonyabb, hát egyre váltottam ugye a vékonyabb készletekre, és most úgy gondolom, hogy eljött az ideje, hogy most visszaváltsak így a közepesre, úgyhogy 45-ös húrkészletet rendeltem, aminek viszont az a hátulütője, hogy teljesen másképp fogja húzni a nyakat más erővel, és ezért újra be kell állítani a basszusgitárt. Nekem viszont semmilyen kulcsom nincsen hozzá, tehát az imbusz a nyakához, meg a babákhoz húrmagasság állítására nincsen egyik kulcsom sem meg, 20 éve elveszett. Próbáltam én kideríteni a basszusgitáros fórumon, hogy vajon milyen kulcs illik bele, és akkor mondtak, hogy ez próba szerencse, tehát most vagy metrikus, vagy collos, vagy négyes, vagy ötös, a kis kulcs az, vagy egy kettes, vagy egy ötös, tehát úgyhogy majd azt fogom csinálni,
feljön a hangszerboltot, hogy mikor vannak nyitva, meg hogy vállalják-e a nyakbeállítást. Én nem szeretek ezzel szittyűgni igazából. Tehát az mindig úgy, hogy felrakod a húrt, behangolod, meghallgatod, hol zörög, igen, ha zörög, akkor még leereszted a húrt, állítasz a nyakon, állítasz a babákon, feszíted, engeded a nyakat, akkor megint feltekered a húrt, megint behangolod, most másképp zörög, de már most nagyobb a nyomása, most keményebb fogni. Tehát azt az egészet úgy kell eltalálni valahogy, hogy kényelmes is legyen rajta játszani, meg ne zörögjön be egy bunnáse. Ja, és az oktáv is jó legyen, természetesen. Tehát a babák előre-hátra toligálásával, illetve a magasságállítása, plusz még a nyaknak a ferdeségét is. Tehát ezt a hármat úgy kell összehangolni, hogy még jó is legyen rajta játszani. Na, szóval azért mondom, hogy itt változott a húrméret, nincs imbuszkulcsom, úgyhogy van egy ismeresem, ugye, aki gitárkészítéssel foglalkozik, ő rá írtam, hogy vállalna ilyet, és akkor mondta, hogy már nem lakik Pesten. Jó. Úgyhogy az lesz, hogy hozzá meg legközelebb Pest van, és akkor majd, amikor egyszer, mit tudom én, valamelyik nap nyitva lesznek, én meg szabadnapos leszek, mert szoktam hétköznap ilyen szabadnapos lenni, akkor majd felülök a buszra, megkeresem a gitárnak a tokját, hát ha megvan, és akkor berakom, és elviszem, azt kész. Úgyhogy ez addig nem lesz felbontva, mert nyakbeállítást azt meg nyilvánvalóan, hogy új húrokkal kell csinálni, nem az, ami már szét van nyúlva és hamis. Úgyhogy ezt addig nem bontom fel, tehát inkább másfél unboxingnek lehet nevezni ezt. Na, ez jó cím, úgyhogy ezt a címet is fogom adni. Szóval másfél unboxing lesz, nem dupla. A másik ez a hangfa. Olyat természetesen nem lehet konzumer kategóriába kapni, ami úgy illeszkedik a hangkártya kimeneteibe, hogy van egy jobb jack, meg egy bal jack. Ezt nekem valami kábel megoldással, valami splitterrel majd szét kell szittyögni, de az is elég, ha szépen rányomok egy stereo nagyobbítót a jackre, betolom a bal oldalba, azt akkor csak szól az egyik oldal egyelőre, így referenciának ez tök elég lesz. Az első szempont az volt, hogy minél olcsóbb legyen. A második szempont az volt, hogy analóg jack kimenete legyen. Kész. Ennyi számított. A többi nem. A hangjáról úgy se tudsz meggyőződni. Nyilvánvalóan, hogy egy 6500 forintos cucctól nem kell hátas dobni, hogy ú, de szó. Mert nem ú, de szó. Na, nem is ismerem a nevét. Az a neve, hogy Panther, Párduc, és a Natek nevű cég gyártja. Ez ugye a fényképen sokkal nagyobbnak tűnik, de ebbe kettő darab hangfa található, hangszóró. Ja, persze nyilván nem akarok 30 wattos hangfalakat ide venni, mert nem tudom hova tenni az asztalra. Úgyhogy kicsi legyen, szól, ahogy szól. Csak ne kelljen fejhallgatózni. Na most itt van egy használati utasítás benne. USB-ről tölthető, illetve a tápellátást veszi le az USB-ről, ez nem volt számomra világos, mert ott ilyen éjfél körül böngészgettem az Amazonon, amikor már félig aludtam. Nem az Amazonon, a árukereső. Na, de ez legalább kocka alakú, nem ilyen izé, ilyen mindenféle, tudod, de vannak ezek a izé dizájnok, egy kagyló alakú, meg nem tudom milyen. Ennyit a csomagolásról. Nincs is túl nagy jelentősége. Na, ezen van egy kapcsoló. Hát nem tudom, ezek lehet, hogy valamilyen világító kapcsolók, világítós kapcsolók. Tehát, hogyha táp alatt van, tápfesz alatt van, akkor világítanak. Plusz van rajta egy ilyen hangerő szabályzó, ami igazából nem releváns, mert itt van a hangerő szabályzó a hangkártyán. Úgyhogy tök mindegy, hogy hova nyújtom ki a kezem, meg ezt, hogyha rádugom a számítógépre, akkor úgysem fogok mögötte nyúlkálni, hogy ezt tekergessem, hanem majd innen. No. Jó. Egyetlen stereo jackkel érkezik, ahogy mondtam, ezt majd egy toldóval betolom a bal oldalba, egyelőre aztán majd szerzek egy splittert, ha annyira kell, ha annyira szükség lesz rá, de jó, az nekem monóba is. Hogy csak az egyik szó. Majd, ha egyszer sok pénzem lesz, akkor szólni fog a másik is. Na nézzük ezt a
picurka dobozt. Amúgy nagyon érdekes, mert olyan, mint egy makett. Érted? Tehát ez valóban ilyen kicsi, és valóban úgy néz ki, mint a nagy. És hát sejtésem szerint minden totál műanyag, még akkor is, hogyha így a fényben úgy látszana, mintha ez ilyen fa lenne, de nem fa, hanem sima műanyag az egész, ez a rács is műanyag, rajta nem fém, úgyhogy ennyi. Hát azért ezt jobban szétválaszthatnánk, ugye? Kurva rövid kábelek, című fejezet, úgyis majd keresni kell neki egy helyet, hogy hol lesz. Mindig bekapcsoljuk a számítógépet, és meglátjuk, hogy mit tehetünk USB ügyileg. Ez mindenképpen hátra fog kerülni. De ezt is szét kell válasszam majd. Majd kiderül. Hát megfelezzük. Végül is ennyi. És akkor ez mehet a hátsó USB-be. Elől nekem már ugye foglalt az egyikben van egy adatforgalom, ugye? Hangrögzítőről vagy telefonról. A másik előlapi pedig ugye az foglalt, mert ott van az egérnek, meg a billentyűzetnek a, nem is a billentyű, csak az egérnek a dongolja. És akkor jó lesz. És akkor így ezt is szétrakjuk, széthúzzuk. Hát, hova tegyük? Azt a két sarkára, ahhoz nem elég nagy. A fesztávolság. Hát majd csinálok itt egy rendet, mert akkor a kupi van itt, hogy az fantasztikus. És akkor most kiderül, hogy elére a végéig a... Hát nem nagyon. Na. Mindenre gondoltam, csak erre nem. Gondoltam én, csak nem sejtettem. Na. Minek az USB egyébként? Én azon filózok, hogy minek az USB? Az a tápellátása nem jó az, amit a izé kiküld. Az előfok. Mindenképpen kell hozzá az USB. Nézzük, hogy milyen toldalékaim vannak még. Kiszanáltam már elég sok mindent. Most mondom, kipróbálom a telefonról, de nem. Ez laza. Ez nem az. Hát ez rápattant. Hát, hogy meg se szól a stereo jack-kel. Minden nekem csak játszol a Windows rendszer hangot. Hol a kimenet? Right, left. Jó. Hát, hogy mégiscsak kell neki egy USB-s tápellátás, és akkor valahova lehajítom a sarokba. Egyelőre megpróbálkozok itt vele az előlapi USB-n, csak egyáltalán, hogy létszükséglete, mert remélem semmilyen nincsen ilyen macerája neki, hogy fel kell telepíteni a szoftvert, hogy mit tudom én. Jelenleg offline állapotban vagyok, de miért? Hát lecseréltük a modemen. Azt mondom, hogy mit kéne hallgatni? Mi van? Nincs internet. Így kezdte a másik modem is. Most azért olyat keresgélek, ami nem copyrightos. Hol van nekem olyan, hogy zene? Megszólalt a fém. Megszólalt? Zene, van nekem olyan saját zene? Sasa G 1000 fokon égek. Hát én ezt...
Mind a kettő szól, csak gondolom... Ezer fokon égek, meg gyors sávban élek. Mindig ez a lényeg, felfelé törtelen maradsz végleg. Ezer fokon égek. Le is rottyan. Mi van, ha itt adok rá hangot? A szöveggel osztok nagy pofonokat, és jártam a démonok táncát. Itt vagyok, igen, benyújtom a számlát, bőrömön a múltam, magamba véstem a keleti oldalon. Hát figyeljetek! Magasak, szépek, érthetők? Jövök az ördög földi szónoka vagyok. Hallod a séket? Voltam, az is maradok, toll és papír benne. Basszus, a nyilván nincsen egy ekkora méretű hangszóró, nem tud basszus kiadni, de az annál jobb, mint vártam, mert még így monóba is megszólal a kettő. Akkor lehet, hogy nem is foglalkozok, hogy splitterezem, hogy sztereó legyen, úgyse tudom szétrakni, majd itt lesz a sarkon, az kész. Elrejtem a monitor mögé, az kész. Meg jó a sávban élek, mindig ez a lényeg, felfelé törtelen maradsz végleg. Ez nem copyrightos ez a zene, mert ezt én csináltam Sasza barátommal. Ha valakit érdekel, majd akkor majd be fogom linkelni ottan a, valahol a képernyőre, vagy valami. Skonyit, ne törődj veled, más a te utad. Sasza itt marad, és kurva jól mulat, mert nem a te tiszted megítélni engem. Letolom a gatyám, nyald ki a seggem, én hátradőlök, és folytatom a dolgom. Felsen jó. Amire nekem kell arkulod. A szó mellett a izé. Fejhallgató is. Emit. Hát jó. Gyerekek, működik. Okay, nekem most ide a sztereó élmény kell. Egy hangszóró, amin hallom a hangokat, az kész. Megfelelően hangos, úgyhogy a felvételt meg fogom tudni csináltatni. Ez pedig majd, ha megyek Pestre, ha sikerül lefixálni egy időben, most a hosszú hétvége miatt nem fog ez, hanem inkább majd jövő héten valamikor, akkor legyen már háttérzene. Akkor majd sor kerül erre is. És akkor megnézzük, meg tudunk videózni nyakbeállítás közben hangszerból vagy ilyesmi. Ha nem bánják, akkor lesz vlog belőle abból is. Ha bánják, akkor nem fogom videózni, akkor majd csak beállítják, és akkor tududuz. Majd kipróbálva a hangszert. Szó rosszú, nincs ön doboz hangja, nincs mélye, az nyilvánvaló, hogy nincs mélye. Nem szó rosszú, mondom. Ja, és várjál, az emagon vettem, hogy nem is tudtam, hogy nekem van izém, ott fiókom, regisztrált fiókom, és ami 6400 forint volt, vagy mit tudom én, és akkor jön a számla, hogy 3500 forint, mondom, hogy? Azt mondja, hogy volt egy beváltatlan kuponkódod, amit jóvá írtunk. Úgyhogy 3500-be került ezni. Ez most már akkor. Így mutatom párba, hogy jó legyen az indexkép. Na. Köszönöm, hogy ismét velem tartottatok. Amint idő engedi, és lesz is valami újság, akkor majd időről időre életjelt adok magamról. Egyelőre keveset vagyok ott, itthon. Más újság nincs, minden nagyon fasza. Sziasztok! A gyorsában élek, ezer fokon égek, mert gyorsában élek. Mindig ez a lényeg, felfelé törtelen maradsz végleg. Ezer fokon égek, mert gyors sávban élek. Mindig ez a lényeg, a rossz indulatot.
csak neked méreg. Ezer fokon égek, mert gyors sávban élek. Mindig ez a lényeg, felfelé törtelen maradsz végleg. Ezer fokon égek.